Ez a videó az EA Game Changers nevű programnak köszönhetően valósulhatott meg. Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb kritika videó, még pedig az Island Living kiegészítőnek a kritika videója. Azon belül is a build módot fogjuk megnézni, a buy módot pedig egy külön videóban fogom feltölteni, nem tudom, hogy egyből ezután, vagy egy kicsit várok. Még nem döntöttem el, attól függ, hogy hogyan sikerül befejezni azt. A nagy kiegészítőknél szoktam így szétszedni a build és a buy módot, nem akartam odarakni egy D-betűt, szóval az erre az okom, hogy nagyon-nagyon nagy a build mód is, meg a buy mód is, és nem tudom egy videó alatt lefedni az egészet, szóval álljunk is neki, mert hosszú lesz a videó, kezdjük akkor a build móddal. Kaptunk két új tető színt per tetőanyagot, 2 ilyen kis náttetőnk van, jó sokszor fogom mondani azt, hogy tető, készüljetek fel, nyugodtan számoljátok. Szóval 2 nád verzió van, és ezekhez van ilyen kis lelógó tetőszegély, és a legkirályabb ezzel a tetővel kapcsolatban, hogyha így megnézitek, akkor az alja is náttető, ami így túllóg a falon, aminek nagyon-nagyon örülök, mert elég mérges lettem volna, hogyha ilyen fehér az alja, mint ennek, az úgy nagyon mű hatást keltett volna, de ez így tökéletes, szóval ebből van 2, és van egy ilyen bádog tetőnk is különböző színekben. Mindkettőhöz, illetve hát én ezt a 2 verziót egynek kezelem, mert igazából mindegyik náttető, és egy kicsit más színekben érkeztek, meg egy kicsit máshogy néznek ki, de például a szegély és a dekoráció ugyanaz hozzájuk. Kaptunk 2 ilyen kis kiugró részt ezekhez. Jaj, nem ezt az eszközt akartam használni. Ezen láthatjátok, hogy milyen tetőszínek vannak igazából. Ezekkel lehet egy kicsit feldobni a házaitokat, hogyha szeretnétek. Szerintem királyul néznek ki. És van még egy tető dekorációnk, amit még nem tudtam hova rakni. Mármint, hogy még nem tudtam elképzelni, hogy hol lehet használni. De jól néz ki, úgyhogy majd biztos kitalálunk neki valamit. Kaptunk új oszlopokat. Az első az egy ilyen hengeres verzió, ilyen törzsi dekorációval, és van hozzá ilyen valami, amit se magyarul, se angolul, se semmilyen nyelven nem tudom, hogy micsoda, de van, és királyul néz ki, szóval majd használni fogjuk. Még jó, hogy tudok videót mutatni, nem pedig csak úgy szóban kell elmagyaráznom, hogy mik érkeztek ezzel a kiegészítővel, mert eléggé bajban lennénk. Lennék legalábbis én. A másik oszlopunk négyzetes alakú és faragott mintákat tartalmaz. Ehhez is van egy ilyen összekötő valami, amit még mindig nem tudok, hogy micsoda. Egy kicsit extrábbnak néz ki. Nekem egyébként ez a stílus jobban tetszik, mint ez, de biztos vagyok benne, hogy mindkettőből tudunk alkotni valami szépet, és hogyha már itt tartunk, akkor van egy ilyen... Ezt se tudom micsoda. Ezt a 2 emelet közé lehet rakni. Ezt itt. Azt hiszem ez az, igen. Szóval ebből is van egy új. Most már nagyon tudjátok, hogy miről beszélek, anélkül, hogy elmondanám. Na mindegy. És kezdjük el az ablakokat, mert sosem érünk a végére. Van egy ilyen nem boltív, mert nem íves, de egy ilyen ablaktalan kis valami. Én ezt az erkélyekhez tudom elképzelni. Miért nem tudok megnevezni semmit? Miért nincs neve ezeknek a tárgyaknak? Kiakadok. Remélhetőleg a buy modban több bútornak tudom majd a nevét. És ez az ablak, amit most nézünk, ez is üvegtelen ablak, tehát csak ezek a kis sötétítők vannak itt benne. A trópusokon igazából annyira nem szükséges kívül tartani az évszakokat valószínűleg, mert mindig ugyanannyi a fok, de egyébként egy kicsit le fog hűlni éjszakára az időjárás, hogyha van Season 6 expansion packetek, meg természetesen eső, meg ilyenek lesznek, csak tél nem. Úgyhogy talán nem gáz ilyen ablakokat használni. Nagyon szépen illenek egyébként egymáshoz, a klasszikusak is a modernebbekkel. Ezt az ablakot se tudom hova tenni, annyira nem is nevezném ablaknak igazából. Kicsit olyan, mint egy kirakat, vagy egy ilyen büfének az a része, ahol kéritek a kaját. Itt egy modern ablak, nagyon szuper színekbe, imádom, tök király. És a következő egy általam WC ablaknak nevezett kis valami, szép színekben. Ehhez illik egyébként mindegyik, ugyanúgy ki van nyitva, és van egy modern tolóajtónk, ami nagyon-nagyon szép, és tényleg így széttolódik, mikor bemennek a színek, ami szerintem nagyon jó újítás. Van a kis üvegtelen ablakokhoz is egy tolóajtónk, van egy szúnyoghálós kis hátsó ajtónk, hívjuk hátsó ajtónak, jól néz ki. Van sima ajtó is ebből az üvegtelen verzióból, és van egy beltéri tolóajtónk, ami csak ilyen egy kockányi, már mint kettő helyet foglal, de egy tolódik arrébb. Ez nagyon-nagyon tetszik nekem, ez az ajtó. Én szeretném, hogyha lenne ilyen ajtó jövőben a házamba, hogyha egyszer valaha saját házam lesz, akkor legyen benne egy ilyen ajtó, mert jól néz ki. A másik oldalról pedig ilyen egyébként, tehát ott nyilván nincsen sín. Ez pedig egy ilyen átjáró, elég klasszikus, és jó nagy, látjátok, 4 helyet foglal, szóval azért e köré, az ajtók vagy átjárók köré tervezni kell a házat, hogy elférjen, nem lehet csak úgy odarakni valahova. Kaptunk 3 új padlóburkolatot, egy ilyen köveset, kicsit úgy néz ki, mintha lávakövek lennének, itt az összes szín egyébként. És 2 különböző parkettát, meg akarom nézni, hogy hol változik a kettő, itt változik, ez egy kicsit kopottabb, látjátok, kicsit olyan csíkozottabb a textúrája, ez pedig egy nagyon szépen lepolírozott, modern parketta, nekem nagyon tetszik, és kaptunk egy új alapzatot, ezt a köveset, ugyanolyan színekben van, mint ez a kőpadló itt. Csak hogy el tudjátok képzelni. Az új falakból az összeset elhelyeztem ide, az összes szín kombinációt láthatjátok itt, ezért a 2-ért külön köszönet a készítőknek, hogy beraktak egy fehéret és egy feketét, nem lehet elégszer megköszönni, én úgy gondolom. Van egy modernebb fa, paneles fal, amit imádok, és alig várom, hogy elkezdjek vele építeni. Van kőfalunk a kőalapzathoz és kőpadlóhoz, ugyanolyan színekben, és van egy ilyen fa, hát ilyen deszkázott falunk, ami igazából 2 fal, ha megnézitek, mindjárt megmutatom. Szóval itt egymás mellett ez a kettő, a különbség, hogy a jobb oldali az ilyen nagyon-nagyon színes, a bal oldali meg inkább fa színeket tartalmaz. Valamiért build módba kerültek ezek a kis csodák itt, de egyébként buy módban is benne vannak, ott nem fogom még egyszer megmutatni őket, de kaptuk ezt a 3 kis matracot, amik lebegnek a vízen. Természetesen óceánra is lehet rakni, hogyha van a telkünkön óceán, és amint látjátok, medencében is tökéletesen működnek. A pizzás szerintem nagyon aranyos, elég undi, hogy raktak rá a Hawaii pizzát. Nem szeretem a Hawaii pizzát, pedig régen imádtam, de most már valahogy úgy nagyon nem vonz az édes pizza. És van egy ilyen kis, hát bálnás, nem bálnás, valamilyen halas kis matrac. Kaptunk 2 új föld színezést, talajfestést, ha úgy tetszik. 2 homokosat. Ez inkább tengerpartra való, mert mint ez a tipikus fehér homok, ami a strandokon van, ez pedig egy kicsit durvább homok. Látjátok, vannak benne ilyen nagyobb darabkák. Van 3 újfajta lépcsőnk, van ez a kő, olyan színekben érkezik, mint a kőalapzat és a kőpadló. A középső egy ilyen törzsiesebb, majdnem létraszerű lépcső, ami szerintem jól néz ki. Több színe van, csak nem akartam telepakolni a telket. És van egy másik egyszerűbb, sima fa lépcső, ami nekem nagyon tetszik, imádom ezeket a lépcsőket. És van hozzájuk egy lépcsőkorlát, amit most így nem tudok egyesével megmutatni, de van egy ilyen kerítés is, és annak leraktam az összes színét, úgyhogy ott majd meglátjátok, ugyanazok a lépcsőkorlátok is. Akkor, ha már ennyit beszéltem a kerítésekről, nézzük meg, hogy milyeneket kaptunk. Van egy ilyen kis, hát olyan nyersfa kerítés, ami ilyen kevésbé megmunkált, szerintem nagyon jól néz ki. Tetszik, hogy ilyen gírbe-gúrba. Az egyetlen kis kritikám ezzel kapcsolatban, hogy nem érkezett hozzá se kapu, sem pedig lépcsőkorlát. Szóval úgy gondolták a készítők, hogy mi még véletlenül se szeretnénk ezt a kerítést úgy használni, hogy mondjuk egy lépcső mellett. Na mindegy, örülnénk, hogyha ezt hozzáadnák a játékhoz, de ha nem, hát nem. És itt van az a kerítés, amiből láttátok a lépcsőkorlátot. Ezek a színei vannak, elég extra egyébként, elég feltűnő. Őszintén nem látom magam előtt, hogy Sulanin kívül nagyon sokat használnám őket, de aztán majd az idő eldöntés, van hozzá egy kapu is természetesen az összes itt megtalálható színben. Oké, egészen gyorsan haladunk, én úgy érzem. Nézzük meg a növényeket, ugyanis kivételesen nagyon sok-sok növényt kaptunk ezzel a kiegészítővel, aminek én nagyon örülök. Van itt ez a hatalmas, virágos fa. Valószínűleg gyakrabban fogom lekicsinyítve hordani. Mi ez, ruha? Nem. Szóval használni. De így is nagyon szép, nagyon részletes. Ez a lila egyébként illik az alapjátékba is. Ez a lila szín, látjátok, hogy a környező kis fák hasonló színben pompáznak. Azért nem Szulaniban csinálom ezt a kritika videót, mert ott a telkek felét elveszi a tenger, hogyha a nagy telket választatok. A kicsire meg nem férnek el a cuccok, úgyhogy sehogy nem tudtam megoldani, hogy minden rajta legyen a telkem. Van egy új bokrunk, 3 színben, szép kis virágos, van egy ilyen hatalmas, nagy kiterjedésű, de alacsonyabb fánk, szintén virágfa, és nagyon örülök, hogy sok színkombináció van a virágokhoz, mert az alapjátékoknál egy csomónál csak mondjuk kizárólag fehér virágú az adott bokor, és nem lehet más miatt lerakni, szerintem szomorú. És hogyha már itt tartunk ennél a fánál, ebből nincsen több színkombináció, szóval jól elkiabáltam magam, de egyébként van 2 új gyümölcs a játékban, vagy hát ilyen termesztető dolog, méghozzá azt hiszem a kókusz, meg az ananász, talán. Ezt nem hivatalos forrásból tudom, még nem néztem meg, úgyhogy lehet, hogy tévedek, de úgy hallottam, és ez is hasonlít egy kicsit ezekre a fákra, úgyhogy királyul néz ki, van még egy bokrunk több fajta virágszínnel, nagyon szuper, lehet őket összepasszolni, és van egy ilyen kis fánk, aminek kilátszik a gyökere, úgy néz ki, mint ami alól egy kicsit a tenger kimosta a vizet, és szerintem nagyon-nagyon eredeti, nagyon egyedi a játékban, és nekem nagyon tetszik. Számoljátok a nagyont, a szerintem, a tetőt, meg minden olyan szót, amit 20 000-szer mondok. Van egy alacsony pálmafánk, a van egyet is számolhatjátok, ebből sincsen több szín. 2 új bokrunknál csak... ennél csak 3 szín van, de ennél több. Ez nagyon szép egyébként. Nézzétek, hát nem gyönyörű? Jó, egy kicsit közelről hülyén néz ki, mert ugye ilyen kis lapokból áll, de... egyébként nagyon szép, és van egy földet burkoló, hatalmas, nagy kiterjedésű, nem füvünk, de valami növényünk. Ez is nagyon szép. Ezzel nagyon könnyű lesz kerteket csinálni és kitölteni a teret. Van egy trópusi növényünk, és nagyon örülök ennek az utolsó 2 színnek, ami tartalmaz zöldet, hogy ne legyen olyan feltűnő. Van egy ilyen lapos kúszóvirágunk. Egy ilyen fura, nagyon lila pálmafánk, mini pálmafánk, és van belőle zöld, ami király. Vannak ilyen formázott, leveles zöld bigyók, amikkel különböző alakzatokat lehet kirakni, hogyha az ember szeretné. Ezeket olyan alap növényzetnek szoktam használni, hogy lepakolok belőlük egy csomót, és akkor arra rakom a többi növényt, és akkor egy kis hátteret adnak neki. Van még itt, elbújt egy ilyen fánk. Hasonló virága van, mint egyébként annak a bokornak. És nagyon jól néz ki. És van 3 új pálmafánk, amik különböző módon dőlnek. És én ennek nagyon örülök, mert eddig csak egyenes pálmafánk volt, és azzal nem volt olyan egyszerű különböző, különböző fának beállítani őket, mert úgy klónozva voltak, és szerintem az nem volt annyira életszerű, úgyhogy nagyon örülök ennek az új fának. Ezeknek az új fáknak már 3-an vannak. Ennyi volt a build mód összesen. Megnéztük az ajtókat, az ablakokat, a tetőket, az oszlopokat, a növényeket. A padlót, falat, kerítést, lépcsőket, medencecuccokat, úgyhogy elköszönök tőletek, tartsatok velem a Buy Mode kritikában is, de addig is legyetek jók, sziasztok!